Kezdetben volt az ige. Az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Ő volt kezdetben Istennél. Minden ő általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami lett. Ő benne élet volt, és ez az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben világít, de a sötétség nem fogadta be. Fölépett egy ember, akit Isten küldött, János volt a neve. Azért jött, hogy tanúságot tegyen. Tanúságot a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság. Ő csak azért jött, hogy tanúságot tegyen a világosságról. Az ige az igazi világosság volt, amely a világba jött, hogy megvilágítson minden embert. A világban volt, és a világ ő általa lett, de a világ nem ismerte fel őt. Tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be. Mindazoknak azonban, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek. Azoknak, akik hisznek benne, akik nem vér szerint, nem a test kívánságából, és nem is a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. És az ige testé lett, és közöttünk lakott. Mi pedig láttuk az ő dicsőségét, mely az Atya egyszülöttjének dicsősége, telve kegyelemmel és igazsággal. János tanúságot tett róla, amikor ezt hirdette. Ő az, akiről mondtam, hogy utánam jön, de megelőz engem, mert előbb volt, mint én. Hiszen mi mindannyian az ő teljességéből nyertünk kegyelemből kegyelmet. A törvényt ugyanis Mózes által kaptuk, a kegyelem és az igazság azonban Jézus Krisztus által valósult meg. Istent soha senki nem látta. Isten egyszülöttje, aki az Atya kebelén van, ő nyilatkoztatta ki. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, napokban olvastam a zsidóknak írt levelet, amiben egy nagyon különleges mondatot találtam, és annak egy nagyon egyszerű és erős magyarázatát. Zsidóknak írt levél 10:12 Jézusról szól. Ő pedig egy áldozatot mutatott be a bűnökért, s örökké Isten jobbján ül. Arra várva, hogy ellenségeit lábai zsámolyává tegyék. Erről a mondatról a magyarázatos Bibliában egy nagyon egyszerű és eddig számomra még nem értett, de most nagyon jól megvilágított gondolatot találtam, mégpedig azt, hogy amikor a zsidók fölépítették a templomot, akkor a levitáknak, a papoknak és a főpapnak valamit nem építettek a templomban, a szentélyben, mégpedig székat. Nem volt szokás, hogy az áldozat bemutatás során a zsidó istentiszteletben leüljön a pap. És ennek az volt a jelentősége, hogy befejezetlenül marad a földi szolgálatunk. Nem lehet leülni. Állva vagy járkálva imádkoztak zsidó papok a szentélyben.
Aztán tudjuk, hogy Krisztus után 70-ben vagy 70-es években rómaiak lerombolták a templomot, és hát azóta se épült újjá, úgyhogy a zsidóknak ma már, és hát az azóta eltelt időben nincsen olyan áldozat bemutatási liturgiájuk, mint ami a salamoni templom idején, vagy a templomépítés előtt, még a Szent Sátor idején, Mózes idejében volt. Tehát nem lehet leülni a zsidó liturgiában. Itt viszont a zsidóknak írt levélben egy nagyon különös dolog egy zsidó fül, egy zsidó olvasó számára ez a gondolat, hogy Jézus, a főpap, fölmegy az Atyához, az Istenhez, és leül. Amikor bemutatja az áldozatot, ő pedig egy áldozatot mutatott be a bűnökért, ez volt a saját halála, a saját életáldozata, Jézus életáldozata, és utána örökké Isten jobbján ül. Ül, vagyis befejezte a szolgálatát, és most már vár. Mire vár? Arra várva, hogy ellenségeit lábai zsámolyává tegyék. Ez a korszak Jézus Krisztus magváltó művének beteljesedéséről szól, arról, hogy mi, akik hiszünk Istenben, mi, akik Istentől születtünk, ahogy hallottuk most a János evangélium elején, mi vagyunk azok, akik ezt az egész világot magkal, hogy hódoltassuk Jézus Krisztus királyi uralma előtt. Ő ott ül már a trónon, elvégezte a saját munkáját, és arra vár, hogy mi, akik hiszünk ő benne, minden ellenségét odavigyük, és lábai zsámolyává tegyük őket. Tehát, hogy kényszerítsük a gonosz lelkeket, hogy leboruljanak Jézus Krisztus előtt. Az evangélium hirdetése során, akik hisznek Jézusban, azokat olyan jelek kísérik, hogy tanítványokká tesznek másokat, ahogy halljuk az evangéliumoknak a végén, amikor Jézus mennybe megy, akkor maghagyja az utolsó missziós parancsot, hogy tegyenek tanítványát. Mindenkit, akivel csak találkoznak, gyógyítsák meg a betegeket, hirdessék Isten országát, űzzék ki az ördögöket, támasszák fel a halottakat. És olyan jelek fogják őket kísérni, hogyha mérget isznak, kígyót vesznek a kezükbe, nem árt nekik, új nyelveken fognak szólni. És elindul Jézus Krisztusnak az a kezdeti maroknyi kis csapata, elit kommandó, az apostolok betelve Szentlélekkel, és elkezd magsokszorozódni a keresztényeknek a száma, egészen addig, hogy néhány száz év leforgása alatt, gyakorlatilag 250-300 év leforgása alatt az egész római birodalomba eljutnak, maga a császár és keresztény hitre tér, és az egész birodalmat átadja Jézus Krisztus uralmának, leromboltatja az összes korábbi bálvány szentét. Ugye a római birodalomnak a Krisztus előtti szakaszában az volt a szokás, hogyha a rómaiak egy népet meghódoltattak, akkor annak a népnek az isteneit elvitték Rómába, ugye az isteneit, az azt jelenti, hogy a konkrétan a bálvány szobrokat, egy nagy bevonulás során, vagy például Egyiptomból elvitték az obeliszkot, és hát minden értéket, nem csak az egyes népeknek a vallási kultuszaikban használt értékeiket, hanem hát minden egyéb más értéket is összeraboltak a rómaiak, amit csak tudtak, elvittek magukkal. És az a lényeg, hogy Jézus Krisztus legyőzte a római birodalmat, ő lett a király, a császár, és a római császár úgy döntött, hogy az összes bálvány szentélyt leromboltatja,
És ennek a Jézus Krisztusnak, a királyok királyának, az uralkodók urának szentöli a korábbi bálvány templomokat. De nem csak a helyeket, hanem a szokásokat is, az időszakokat, amik korábban például a nap kultusza volt, ezért került karácsony helyére, vagyis hát a nap kultusz helyére a karácsony ünnepe, Jézus születésének az ünnepe. És ezáltal elkezdődött a világban egy hosszú harc, amiben a Krisztusban hívők Krisztusnak az ellenségeit maghódoltatják, és minden ellenséget Jézus Krisztus lábai zsámolyává teszik. Ez a mi feladatunk. Amikor mi imádkozunk, hirdetjük az igét, vagy egyszerűen csak egy családi veszekedés során egy Krisztusban hívő ember, hogy magába száll, csöndben eltűri a sértést, imádkozik szelíden, és esetleg mond szeretetből valami fontos gondolatot, akkor ott megtörik a gonosz uralma, és a gonosz Jézus Krisztus lábai zsámolyává válik. Ugye a zsámoly az, amin nyugtatja a király a lábát, pihenteti. Ez is egy nagyon konkrét szimbólum volt, amikor még az Ószövetség idején egy király legyőzött egy másik királyt, és tegyük fel, hogy a csata után még életben maradt a legyőzött király, és odavitték a győztes király elé, akkor lefektették a földre, és a győztes király a lábát rárakta a legyőzött királynak a nyakára. Tehát ez a totális győzelem, a totális magalázásnak a szimbóluma. És ez az, ami mint egy kép, tehát megjelenik a mennyei liturgiában, ahogy Jézus Krisztus ül a trónon, és a zsámoly az maga az ellenség, akinek a nyakára, a fejére ráteszi a lábát. Az elmúlt hetekben meglátogattam fönn Ódonbón a mi kis falunk cigány telepén, talán így is mondhatjuk, bár lehet, hogy ez a kifejezés valakinek sértő, de talán annyira nem sértő. Én szeretek oda följárni, elég sokszor voltam, mióta itt vagyok, 8 hónapja. És egy nagyon picike házba mentem be, de pontosan nem tudtam igazából, hogy hova megyek, és hát előtte szóltam valakinek, akit már ismertem, és ő kísért följebb, kis dimbes, dombos, saras részre, és hát mondta nekem, hogy hát figyelj, ott van 2-3 nagy kutya, jövök, neked segítok, és hát egy nagy bottal jött, és hát tényleg elég ilyen harapós kutyák voltak ott arra felé, de hát kijött a házigazda, és hát ilyet én még nem láttam, de hát az a kutya, hogy mit tűrt a házigazdától, hát szó szerint az volt, hogy a házigazda egy rárakta a kutya fejére a lábát, leszorította a földre, pedig egy viszonylag erősebb kutya volt, úgyhogy akár még a saját gazdája ellen is lázadhatott volna, például beleharapatott volna a lábába, vagy mit tudom én, kihúzza a fejét a lába alól, és elszalad nyűszítve. De nem, az a kutya tűrte, hogy rárakták a fejére a gazda a lábát, és leszorította a földre. Én pedig diadalittasan bevonultam a házba. És ez a kis pici momentum, mint egy ilyen kis kép, úgy magmaradt bennem. Most nyilván nem lett megkínozva a kutya, nem lett maggyilka, semmi ilyesmi. A kutya jól volt tartva, utána kapott önnivalót, vagy mit tudom én. De tudta a kutya, hogy hol van a helye. Tudta azt, hogy itt most egy nagyobb erővel találkozott. És neki engedelmeskednie kell. Mert ha nem engedelmeskedik, ha nem hajtja oda most a fejét, akkor viszont
egy még nagyobb büntetése számíthat, akár még arra is, hogy elverik, vagy még rosszabbra. Na most így van az ördög, aki maghajtja magát. És ezt olvassuk a Filippieknek írt levél Krisztus himnuszában a második fejezetben, hogy minden térd maghajol, amikor kihirdetjük azt, hogy Jézus Krisztus az Úr. Jézus Krisztus megszületett erre a világra, és az idők végezetéig, sőt azon túl is, Jézus nevére hajoljon meg minden térd az égben, a földön és az alvilágban. Milyen érdekes, hogy az alvilágban is, a pokolban is. Hát a pokolban nem az van, mint a viccben, hogy ott nagy buli van. Hát nem. A pokolban nem nagy buli van, hanem a pokolban ott az a kutya van, amelyiknek a feje ott maradt a gazdája lába alatt, és többet nem kap önni, és oda van szorítva. És többet nem engedik el. Ott van a tüzes tóba vetve örök kínban. Na most az az érdekes ebben, hogy Jézus Krisztus előtt minden térd maghajol. Kétféleképpen lehet térdet hajtani, vagyis maghódolni. Vagy úgy, mint ebben a kis ódonbói jelenetben a kutya, hogy a nagyobb erő előtt kényszerből hajolt mag, vagy pedig mag lehet hajolni szeretetből. Ez nyilván egy másik jelenet. Az Ovis Hittanon az egyik csoportban beszélgettünk, és hát az egyik óvónéni mondta, hogy amikor az ő kezét megkérte a vőlegénye, akkor letérdelt előtte. És hogy hát mennyire örült. Mert azt a szót próbáltam elmagyarázni az ovisoknak, hogy a pásztorok hódolatot hoztak a kis Jézusnak. Tehát mit jelent ez, hogy hódolatot hoztak? Mi az a hódolat? És ezt a szót próbáltuk valahogy körülírni. Hát ez a hódolat, hogy a szerelemnek hatalmas jelével térdet hajt a mennyasszony előtt, és így kéri meg a kezét. Hát szerintem minden lánynak ez az álma, nem? Hogy egy ilyen csodálatos pillanatot átéljen. Ugye? Na most Jézus Krisztus előtt mindenki térdet fog hajtani, vagy azért, mert félelemből, rettegésből, a büntetés miatti rettenetből, mint az ördög, vagy azért hajtunk térdet, mert hogy hódolunk előtte. Most szokásos módon imádkozzuk majd a prédikáció után a Nice, a konstantinápolyi hitvallást, a hosszú hiszek egyet, amit itt szoktunk templomainkban imádkozni, és ilyenkor, karácsonykor benne van a mise liturgiájában piros betűvel, hogy annál a résznél, amikor azt mondjuk, hogy magtestesült a Szentlélek erejéből, született Szűz Máriától, ennél az egy mondatnál le kell térdelni. Hát, hogy ez a 9. mise, mióta tegnap reggel elkezdtük a karácsonyi miséket, és hát mindig úgy átsiklott a szavam ezeknél a piros betűknél, de ez a piros betű egyre jobban kezdte úgy izgatni a számomat, hogy hát csak le kéne térdelni. Aztán egy-két misén már letérdeltem ennél a résznél, de hát senki nem térdelt le. Ugye valószínűleg azért egyszerűen már, hogy ez nem szokás, egy évben csak ilyenkor egyszer karácsonykor ennél a résznél van ez. A többi vasárnapi misénél, a hiszek egyben, ennél a résznél nem térdelünk le. De most azért térdelünk le, azért van ez a gesztus, mert ezzel most különösen is kifejezzük azt a hitünket, a testünkkel fejezzük ki azt a hitünket, hogy tényleg elhisszük, hogy Jézus idejött közénk a mennyből, leszállt. Úgyhogy arra kérlek majd benneteket, amikor most mondjuk a hiszek egyet, a karácsonyi időben, a hosszú hiszek egyet, akkor ennél a pontnál, hogy magtestesült a Szentlélek erejéből, született Szűz Máriától, itt majd térdeljünk le. Ez végül is egy nagyon gyors letérdelés, mert utána már föl is állunk.
mint ahogy belépünk a templomba. Kedves testvérek, csodálatos ez a Jézus, érdemes előtte szeretetből letérdelni, lenyűgöző, ugyanakkor ebben a momentumban ott van egy hatalmas figyelmeztetés is, hogyha nem térdelsz le örömből, szeretetből, szabadon, önként, ha nem hódolsz ezelőtt a király előtt úgy, hogy de jó, hogy jön az én királyom, neki adom mindenemet, hát ha nem így hódolsz előtte, akkor viszont muszájból, félelemből, a pokolba való bezárkózásból, mint az ördög. Ez a két szélsőség van. Hát sajnos ilyen fránya ez a keresztény hit, hogy itt világosságról beszélnek nekünk, meg sötétségről, és nincsen középút. Nincsen. Vagy hiszünk, és üdvözölünk, ahogy mondta Jézus, vagy nem hiszünk, és elkárhozunk. Hát most mi valljuk meg hitünket, és ezzel fejezzük ki, hogy nem akarunk elkárhozni. Ámen. Valljuk meg hitünket. Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény, az Atyával egy lényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, ami üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától, és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett, és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljött dicsőségben ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a proféták szavával. Hiszek az egy szent, katolikus és apostoli anyaszentegyházban. Vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára. Várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Amen.